Tényleg megnéztem a nyitóba? Nem, felveszem, hogy itt vagyunk ilyenkor. Üdv mindenkinek az edzőtábor 283. napján. Itt Tojamában. Na jó, nem? De egyébként kezdem úgy érezni, mintha tényleg egy edzőtáborban lennél. Elég sokat fogytam, elég sokat izmosodtam. És ú, mi ez itt? Kis vonatocska. Remélem, jó irányba megyek. Szóval itt vagyunk csütörtökön. Június 1-én, yeah! Szóval itt vagyunk Tojamában, és itt fogunk átszállni a... Nem átszállni, hát végül is átszállni. A lényeg, hogy a Shinkansenre szállunk fel, és azzal megyünk Kanazavába a királysági. Próbáltam valami fejet varázsolni ebből. Több kevesebb sikerrel. Elég kevés itt az ember még ilyen hajnaltájt. Egyébként fél ötre értve a buszunk. És mikor megérkeztünk, rögtön el is kezdett esni. Úgyhogy még az volt a szerencsé, már kinyitott az állomás, mert egyébként nem nyitnak túl korán, mivel nagyon nincsen hajnal 4-5 fele még semmi itt Japánban, semmi nem indul. Úgyhogy, ja, mázink volt a lényeg, hogy megyünk Kanazavába a Shinkansennel, majd úgy másfél óra múlva. Ez nagyon messzi. Szerintem oldal. Van, akinek van még kedve kora reggel futkorászni. Ha ez már egy edzőtábor, miért ne? Abba a babakocsiba kutyák vannak. Nagyon beteg. Shinkansen. Egy egész hadosztály. Rendőrbácsi. Welcome to Kanazawa Castle Park. Here we will present the reconstructed Kishi Yagoya, Gojuken Nagaya, and Hajizumemon Suzuki Yagoya. This used to be Kanazawa Castle Minamaru, the second enclosure. Minamaru Palace, which used to be located here, was where the feudal lords of Kaga Province lived in the Edo period. And it was also the center of the feudal government. に続くここ50
これら建物の構造は柱と梁や型を組み合わせる日本古来の木造軸組工法、そして土壁に柱と柱をつなぐ抜きを組み合わせた耐力壁とによって構成され、地震にとても強い構造になっています。城郭建築は神社仏閣と違ってあくまで戦のための砦です。したがってここが戦場になることを想定し、徹底的に防御と攻撃を考慮した設計になっています。もし敵が侵入し堀を渡り石垣に取り付いてきたときは、石を落としたり鉄砲で撃ったりするための仕掛けがあり、石落としと呼ばれます。城郭を美しく見せるナマコ壁は土壁の上に瓦を貼り付けて作ります。屋根は普通の瓦ではなく鉛の板で作った瓦で吹きます。Hát ugye megérkeztünk Kanazavába, és már is belevetettük magunkat ennek a csöndes kis egyszerű vidéki falunak a rejtelmeibe és az értékeinek a kutatásába. Kezdtük a Kanazava kastéllyal. Gyönyörű volt, tényleg azt kell, hogy mondja, a monumentális építmény, és nagyon-nagyon tetszett, hogy bent végigmutogatták azt, hogy hogyan épült fel ez az egész, tehát a legalapabb első kis fadarabkától kezdve mindent láthatunk, minden részét, hogy hogy épül fel, hihetetlen volt tényleg látni ilyet, hogy épül fel egy ilyen építmény, és gyönyörű kiállítása van, nagyon-nagyon tetszett a színvilága is egyébként, meg úgy az egésznek a hangulata, illetve hát ugye a történelmi háttere sem semmi. Most pedig itt vagyunk tőle nem messze, szintén monumentális, hogy azt kell, hogy mondjam. Gyönyörű, igazán hangulatos, hogy az embernek kedvelne így lefeküdni a fűbe és aludni egy jó nagyot, főleg úgy, hogy alig aludtunk, ugye, mivel szintén buszos túráztunk este, és úgy érkeztünk ide, hát pontosabban nem ide, hanem Toyamába, és onnan még Shinkansennel ide Kanazavába. Egyébként vicces, hogy Japánban akárhol jártunk, de tényleg akármilyen nevezetességnél voltunk, akármerre mentünk, öltönyös férfiak mindenhol vannak. Itt a kastélynál is találkoztunk egy jó párra. Egyszer elképzelni nem tudom, hogy elvileg munkaidejük van, szóval így szünetet tartanak, vagy ez a főnök kívánsága, vagy mi a rák van, de tényleg mindenhol találkoztunk ilyen öltönyös férfi csoporttal, és hát meglepő látvány így a sok turista között. Ezt a kertet egyébként még az Edo-korban hozták létre, ugye a kastély kiegészítéseképpen, azonban 1759-ben leégett ez az egész, illetve a Rest House is, a Rest House-szal együtt, és újra alkották nem sokkal később, ugye 1700-as évek végén, 1800-as évek környékén újra alkottatták egy művésszel, hogy a leghűebben tudják ábrázolni ezt az egyik legtipikusabb Edo-kori kertet. Azt hiszem már eddig is sokat használtam, és még nagyon sokat fogom szerintem ebbe a videós sorozatba, ebbe a japán vlogos kis videókba, de egy csodálatos, gyönyörű a látványvilága ennek a kertnek, úgyhogy szerintem szánok rá jó néhány percet itt a videóba, hogy ti is megnézhessétek. Itt a kertben egyébként nagyon sok helyen láttam ilyen fa támaszokat, hogyha megnézitek ezeket a botokat, vagy ilyen bebugyolált fákat. Szerintem ezek azért vannak, mert rettenetesen régiek ezek a fák, tehát több száz, akár ezer év,
éves is van, és hát az ágak már nem bírják olyan jól, és próbálják megtartani őket az eredeti állapotába, hogy ne kelljen hozzányúlniuk. És ezért megpróbálnak mindent bevetni, hogy épségben megtartsák, és ne törjenek le az ágjuk. Jó van, Sára, már fejtettél magyarul beszélni. Szóval a lényeg, hogy egyszerűnek tartom, hogy ahelyett, hogy levágnák és egyből pusztulásra ítélnék, próbálják megőrizni ezeket a régi emlékeket, illetve hát ugye a történelem egy darabját. Szóval figyelemre méltó. Nagyon fenszi volt. Megmutatom nektek a fürdőt, nagyon érdekes, kifejezetten eredeti japán stílusú. Itt egy zuhanyzó rész, ugye zuhanyzás nélkül nem mászunk a kádba, ami kivételes, és még sose volt ilyen hely. Szóval ott a kis szék, oda le lehet ülni, beállít a magasságba, bababa. És ráadásul minden helyen kaptunk ilyen tusfürdőt, sampont, kondicionálót. Tehát így a helyi termékek. Mindenhol eddig tényleg, itt amelyik helyen voltunk, mindenhol volt, úgyhogy aztán felesleges volt ilyet hoznunk. Ez a kád, ez még nagyon érdekes, mert ugyan nem túl széles, de iszonyat mély, és nincs rajta ilyen biztonsági lefolyó, ami szokott lenni nálunk a fürdőkádakban. Tehát, hogyha túl csordul, akkor van itt egy kis lyuk, és akkor nem hagyja, hogy kifoljon a kád. Itt megkaptunk mindenféle jóságot, már kicsit belaktuk, úgyhogy kaptunk ilyen fogkefét, fogkrémet, poharakat, itt van tea is, meg mindenféle földi jó, itt egy hajszárító, víz a kézmosszó. És akkor kezdődjön is a nap. Kicsit fúj a szél. To one day pass.
Thank you. お捕まりください。Hol fúj a szél, hol esik az eső, úgyhogy most kiszkippeltük a programokat. Elmentünk ugyan az egyik ninja templomba, de hát éppen bezárt, ami fura volt, szóval nem mindegy. Aztán most igazság szerint bőröndöt vadászunk, ugyanis úgy terveztük eleve, hogy veszünk majd itt ki még egy bőröndöt a szuvenéreknek. Úgyhogy most azt vadászunk valami olcsóbb helyet, mert több tízezer ilyenért nem szívesen vennénk bőröndöt. Úgyhogy ajánlottak az itteni magyarok egy helyet, kettőt pontosabban, ahol olcsó bőröndöket lehet kapni, és most oda igyekszünk, egy buszos túra vár ránk ismételte. Én szeretem ezeket a buszos túrákat, mert legalább jól körbe lehet járni a várost, és itt van a Zavában, kb. Csak a busz működik, vagy a vonat. Ojjjjj, nézzük meg! Megasztor 2017 Japan. Na, itt fogunk keresni bőröndöt. Egyébként Oszakában, Andorra, még egy ilyen boltban voltunk. És itt minden van, olcsón van. És kurva jó minden, és hát látni is, nagyon sokan vannak, nagyon sokan jönnek be, nagyon sokan mennek el. Úgyhogy csak nem lehet olyan rossz. Pipapucs. Kis vízes ízsák, vagy kis szökőkutak. Yeah. Na hát visszajöttünk a Kanazawa Stationre, mert találtunk bőröndöt azon a helyen, meg egyébként nagyon sok vicces dolgot, meg pacsinkót, szerencsejátékos helyiséget, de hát horribilis áron voltak a bőröndök, szóval azt mondták, hogy olcsó, de kifogtuk talán a legdrágább ilyen üzletet. Mert hát basszus 11-12 ezer ilyen alatt nem találtunk normális bőröndöt.
ami azért kicsit húzós, úgyhogy most próbáljuk valahogy máshogy megoldani a dolgokat, vagy majd Takayamába, vagy hol, vagy Tokióba, hogy visszamegyünk valahol. Valahol muszáj szereznünk egy bőröndöt, mert nem fogunk beférni, és nem engednék föl minket a reptére, úgyhogy gázos a szitu. Hula fáradt vagyok, ez a rohadt időjárás meg, hol ilyen, hol olyan. Előbb konkrétan sétáltunk, ránk esett három csepp, utána meg egy bödörrel, így a semmiből. Szóval nagyon para, tényleg most már nem kell lassan itt egy esernyőt. Láttam egyébként nagyon cuki esernyő, ilyen kiminós hölgyemény volt. Kiminós? Micsoda? Jaj, már teljesen kimonós. Hát teljesen kivagyok, szóval ilyen kimonós kis baba volt a végén, nagyon kis cuki volt. Csak hát ez is vagy 2500 ilyen, szóval nem volt, az se olcsó. Na, hát ez egy pihenős nap volt, Kanazava, hát kiestünk az eső miatt nagyon sok programot, mondjuk nem is bánom, mert a bal lábam is nagyon fáj, és alig vagyok már rálépni, úgyhogy de most végeztünk ezzel a két nappal Kanazavával, még itt alszunk, megyünk, eszünk valami vacsorát, aztán pedig fekvés és további pihenés és pakolás, mert holnap meg leadjuk a cuccokat. Előre küldetjük majd Tokióba a bőröngyeinket, hogy ne kelljen majd Shirakawa-ba és Takayama-ba majd cipelgetni. Ilyen kis külön szolgáltatás, 1400 ilyenért elküldik nekünk a szállásunkra a bőröndünket, hogy a te király különben. Na de megyek, mert éhen halok és rám várnak. Úgyhogy beülünk a szállás melletti kis kajáldába, aztán mit említettem további, bihi! Ez a rész véget ért, de ne csüggedjetek, mert hamarosan tovább folytatódik az utazásom itt Japánban. Addig is, hogyha tetszett a videó, mindenképp nyomjatok rá egy lájkot, ne felejtsetek el feliratkozni, hogy ne maradjatok le semmi érdekességről, ami még itt Japán kalandozásom alatt történik velem. Köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót, hamarosan legközelebb újra találkozunk. Sziasztok! Mi?